Nem mondd azt, hogy most vásárolj, helyette mondd azt, hogy 3 darab maradt. De ha azt mondom, hogy 3 darab maradt, akkor azt nem fogja érteni. Na jó, nem geciskedünk. Ilyennel nem szabad viccelődni, csufolódni, mert erről nem tehet. Bár nekem igazából szabad. Nekem is van egy kevés beszédhibám. És akkor nekem szabad, nem? Végül is a niggerek is niggerezhetnek niggereket, csak mi nem niggerezhetünk niggereket. Hm? Nem mondd azt, hogy a termékednek sok funkciója van, hanem helyette, hogy sok előnye. De a funkció nem egyenlő az előnnyel. Nem minden funkció előnyös, vagy nem mindenkinek az. Például, ha valaki asszonyának van egy olyan funkciója, hogy szeret nagyon költekezni, az nem feltétlenül előnyös a csávó pénztárcájának. Nem azt mondta, hogy nagyobb csomag, hanem azt, hogy VIP vagy prémium. De ha most ugyanazt a fos terméket nagyobb kiszerelésbe veszem meg, akkor mi lesz a prémium? Az mitől lesz vippes? Ez most olyan, hogy itt egy doboz cigiben 20 szál van, de Németországban van ez a 49 szállas kiszerelés, vagy 39, most már nem tudom. Több van benne, de attól nem lesz prémium, ma ugyanúgy eteti a rákot a tüdőmbe. Vagy hál' akarom adni a kárból a ganyit, amit termeltek a desznyók. Na, most ha talicskába adom, ganyi, de ha remurkával, ma annyi összegyűjt, az már prémium ganyi? Ezen túl nem kell kihordjuk, meghirdetem. Vippes szar eladó. Vippes ganyit vegyenek, ócón adom. Ne feledd, a marketingben kulcsfontosságú, hogy milyen szavakat használsz. Na igen, amúgy ez a videó jól jött, mert amúgy kicsit úgy felpörgette a fogaskerekeket, hogy amúgy most már tényleg arra épül a marketing, most úgy akar mindenki reklámoztatni, hogy teljesen más valamit mutat be az interneten, mint ami az valójában, ilyen nagy körítést csinálnak mindennek. Pedig ugyanaz a szar, ami 10 évvel ezelőtt volt, csak most már másképp marketingelnek. Tehát igazából akkor a mostani marketing trend az a félrevezetésre épül. Nem tudom, de valahogy jobban megnéztem amúgy. Most nyilván nem a hölgyre gondolok, mert ő gondolom marketing tippeket ad, vagy valami hasonló. De hogy így a cégeknek, hogy én valahogy jobban megnéztem régen egy reklámot, amikor még elhívtak mondjuk egy influencert, és őszinte véleményt mondott, hogy most nem egyből a kedvence lett az a bizonyos termék, amit megevett, vagy megívott, vagy kipróbált. Más héten a konkurens termék a kedvenc. Nem tudom. Tényleg ennyire benyelik ezeket az emberek, hogy működik? Vagy csak próbálják azt, hogy működjön ennyire, vagy én nem tudom.